Nagyon örülök, hogy van esélyünk arra, hogy esélyt kapunk arra, hogy beszélgessünk az életről. Stockholm, itt vagyunk most. Okay, so our topic is ancient Chinese healing art, qi. Tehát a témánk az ősi kínai gyógyítás művészete, qi. Tehát a gyógyítás művészete. Emeljük, oroszul beszél. Nyilván ez itt nem nekünk szól. Is it okay to speak only? Only English is okay. Yeah. Hát csak angolul beszélek. Rendben van. Okay, don't worry. It is some very important. Yeah, Gavri Borowski. Yes, right. Szó van, akkor mondom. Tehát ilyen félig angolul, félig oroszul. Да, можно один место, что мы быстрее будет не время, потому что мы еще готовим время медитация. Hát ez most oroszul volt, de olyasmit mondom, hogy egy nyelven beszélünk, hogy gyorsabban haladunk. És azt mondta, igen, hogy ha mindenki egy nyelven beszélne, akkor nem kellene ugye tolmács. Hát remélem nem az orosznál maradunk, mert akkor nem lesz tolni. Jó. Okay. Good. Yeah, I think we can save time in this way. You know, this is not so good when I have seminar lectures in Slovakia. You translate in Slovakian language, Hungarian language, Russian language. Ugye így most egy kis időt tudunk megtakarítani, ugye Szlovákiában előadást tartottam, és lefordították szlovákra, magyarra, oroszra, ugye azt jelenti, hogy ugye túl kínai gyógyítás művészetéről fogunk beszélni. Nagyon sok előadást tartok különböző országokban. Itt nem ismerem, de az Egyesült Államokban is tartott. És amikor jöttem, hogy többet az egészségről, a fizikai egészségről, mentális egészségről. Vannak mentális problémáitok? Mert akinek mentális problémái vannak, azok soha nem van. Nincs.
Például, amikor valaki iszik, rúg, és azt mondja, hogy ám, én nem vagyok részeg, jól vagyok. Már sokat így. Okay, so here let's talk about what the life is. We talk about our sickness, our mental problems, certainly we need to know what we are. Tudnunk kell, hogy mi az élet, és kik vagyunk mi magunk. Ah, you don't need microphone again. Switch on your microphone. Hát itt most mindenki oroszul beszél. Okay, good idea. Okay, so we can make it bigger. Хорошо, спасибо. Давай, первое действие. Да, да. Или вы сидите здесь, как дома. Извините, давайте я вам тоже хорошо. Я помню, я организовала все это мероприятие, мы помогаем чисто административно, но поскольку в нашем объявлении было написано, что будет перевод на русский язык, и все с этим были согласны, что будет перевод на русский язык, все шли с этим знанием сюда. Мы переводим для всех на русский язык. Да. Те, кто не понимает русского языка, только английский, пожалуйста, слушайте мастера, а во время русского перевода медитируйте. Вот так то. Хорошо. Что мы всегда делаем, что лучше. Okay, now be quiet. Let us to sing. What the life is. Rendben, most akkor legyen mindenki csendben, és gondolkodjunk azon, mi az élet. Well, I ask this question, you know, in different lectures, and suddenly people find, we never think about this question, what the life is. Mikor felteszem ezt a kérdést a különböző előttek, emberek elgondolkodni. Soha nem szoktunk ebben gondolkodni. Ez itt az élet már, mint mi magunk. És mi ez? Mi is ez? Mi az ember? Ugye az életfogalma az elég széles körű, nehezebb megérteni, de mi is az ember valójában? Tehát mi is az élet? Az egyik megkérdezés. Ha nem tudjuk meghatározni, mi is ez,
akkor ezt a nagy elképzelést kisebb koncepciókat, elképzelésekre szét tudjuk bontani. Ha nem tudjuk, mi az élet, akkor a kisebb megközelítése a nagy, nagyon ki is az ember. Ez ugye egy kicsit egyszerűbb ez a kérdés, az emberi lény ugye van, a férfiak is vannak, a nők. Aztán vannak ilyen kategóriák, öreg, fiatal, és gyerek. Nézzük meg, hogy ki a férfi, mi a férfi, mi az ember. Ismét lehet kisebb kategóriák. Kisebb kategóriákra bontjuk a fogalmakat, így működik a tudás. És aztán eljutunk oda, hogy egy egész pici fogalomként határozni az ember. Mert annyira, tehát a kvantum szintre bontunk valamit, az már olyan kicsi, nem is látható. Ősi időkben ugye nem volt meg ez a modern tudományos megközelítés, hogy kisebb kategóriákra, egyre kisebb kategóriákra bontunk valamilyen fogalmat. Az ősi időben a következő képen elemeztük az emberi lény fogalmat. Mi is az ember? Emberi lényként látjuk azt, hogy van fizikai testünk. Tehát az egyik rész a fizikai test. De van mindenkinek fogta? Van elménk, tudatunk, tudunk gondolkodni, rendelkezünk tudatossággal. Vannak érzelmeink, van bennünk szenvedély. Vannak érzelmeink? Kinek vannak mindig nagyon rossz? Nincsenek érzelmeink? Természetesen biztos, hogy van. Ha nincsenek érzelmeitek, akkor kezdek arra gondolni, hogy vagy nem vagytok emberi lény. Vagy. Értitek, ugye? A harmadik rész, amiből az élet energia az a dolog, ami irányítja az agyad, irányítja a szíved, hogy verjen, irányítja, hogy lélegezzen. Az energia adja nekünk az aktív. Van energiátok? Zero means no energy. Okay, good. Except these three factors. Do you have the fourth factor which I don't know? Ha megvan a negyedik faktor is, van nektek olyan negyedik faktorotok, tényezőtök, amiről én nem tudok? What is a fourth factor? Mi a negyedik tényező? So spirit is here. Yes, spirit. So lélek és a szellem az ugye. A lélek, tudat, az elme.
tudatosság az mind megvolt már. Tehát az érzelmeink, a tudatunk, az elménk, a lelkünk, a szellemünk, ez mind egy kategória, ugyanabba tartozik. Okay, so this is the base. We have to exactly get the same idea what the life is. Ezek azok az alap tényezők, amik alapján megérthetjük azt, hogy mi is a. Megbeszéltük, hogyha valaki nincs fizikai test, nincs energiája, emberi lény. Minden ebben a három kategóriában. You agree with me? Egyetértetek velem? This is when in any product you have to agree and then we continue. Mindenképpen, minden témában egyet kell érteni. So now we continue. We continue. If you don't agree with me, please close your eye and it's yours. You can simply sit here. Ha nem értettek velem egyet, akkor legyetek olyan kedvesek, tudjátok a szemeteket, a tületeket, és csak üljetek. Miért? Miért? Először is nem tudtok semmit ebben a témában. Nem rendelkeztek ismeretek. Az egyik, másikat, hogy akkor ülni kell, igen, vagy pedig a másikat, hogy már mindent tudtok, akkor szintén tudjátok be a szemeteket, tudjátok be a fületeket. Úgyhogy mindenki csak üljön és figyeljen, vagy a fülével hallgasson, vagy pedig a fülei nélkül, csak figyeljen. Tökéletes. Ez a modell, ez az élet modellje. So what the qigong is, here we specially talk about ZY qigong, Zhongyuan qigong. És mi a qigong? Most ebben az esetben mi speciálisan a Zhongyuan qigongról beszélünk. What is the qigong is? Here we say qigong is a simple science of life. Itt az, hogy arra a kérdést, hogy mi a qigong, azt válaszoljuk, hogy a qigong az élet egyszerű. Tehát nem kell fotókat készíteni, mert hogy készül felvétel, és mindenki számára elérhet. Figyeljen. Nélkül akár rám nézni, csak hallgassatok, lazítsatok el magad, és csak figyeljetek. Ezt az eseményt most így együtt előadásnak és meditációnak nevezzük. Tehát előadás, meditáció. Ez nem csak tudás. Szóbeli tudás, átadás, hanem meditáció. Ezzel a tudással, hogy már rendelkeztek, amit tennünk kell, az, hogy föl kell ébresztenünk ezt a tudást benne. Tehát a Zhongyuan qigongban azt mondjuk, hogy ez az élet egyszerű tudomány. Tehát, ha megkérdezzük, hogy mi az élet, akkor ezt válaszoljuk rá, hogy három nagy tényezőből kell. Ez a három nagy tényező, miről beszéltünk. Yeah, today, as we know these three factors,
Today we talk about chi energy. Ebből a három pontos alaptényezőből ma a chi-ről, az energiáról beszélünk. Our body, I'm sure you already know, each part of your body, your bones, your muscles, your hairs. Tehát a testtel kapcsolatban, a fizikai testtel kapcsolatban biztos vagyok abban, hogy tudjátok, hogy melyik részletek melyik, hol vannak a csontjai. I have much, 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 much more knowledge than you have. De abban biztos vagyok, hogy az energia területén én sokkal, de sokkal, sokkal nagyobb tudással rendelkezem, mint ti. Egyetértetek velem? You say, no, I have more energy than you. Show me. Tehát sokkal-sokkal többet tudok, mint mutassátok. Meglátjuk, hogy valakinek van nagyobb energiája és nagyobb tudása, mint nekem. Tehát megtanulhatom. Megtaníthatom nektek ezt a tudást, és ha nincs senki, akinek megtaníthatom ezt a tudást, tudjátok, mit fogok tenni? I learn from myself. A saját magamtól fogok tanulni. Wow, you say you don't know. Why, how can you learn from yourself? Erre mondhatok, hogy na, hát ezt nem is tudom. Hogy lehet az, hogy saját magadtól tanulsz? Ugye ez egy másik koncepció. Mi is a saját magunk, ki az a való, kik. Én a természetből tanulok, az univerzumból tanulok közvetlenül. És aztán hirtelen rájön az ember, hogy közvetlenül tudunk tanulni a külvilágtól. Majdnem az egész életünket tanulással töltjük. Look how old you are. You're still learning. Nézzétek meg, lehet, hogy már idősebbek vagytok, és még mindig tanulni. Minden nap elkezdek valamit megtanulni. Yeah, we always need to learn. Mindig fontos, hogy tanuljunk. Like you, everybody, every day want to learn how to make money. Például minden nap tanulni akarjuk azt, hogy hogyan kell pénzt csinálni. Hogyan tudjuk az életünket jobbá tenni. Ugye? Procedure of changing, growing with learning. Tehát az emberi lény alapvetően rendelkezik azzal a folyamatos tanulási képességével. A tanulással azt fejlesztjük saját magunkat, tehát a tanulás alatt azt értjük, hogy fejlesztjük saját magunkat. Az elmúlt több mint 30 évben nagyon sok országban jutottam. Majdnem az egész világot eljártam. És úgy találtam, hogy mindenütt az emberi lények egyformák. Hát az emberek mindenütt ugyanaz. Minden emberi lény próbálja javítani, fejleszteni a saját életét. Gondoljatok csak saját magatokra. Fejleszteni akarjátok.
hair beautiful. Make your face skin more tehát megpróbálják magatokat szebbé tenni, az arcotokat szebbé. Aztán egy jobb autóra szert tenni, egy jobb és lehet, hogy még egy nagyon jó kis házi alakot is szeretnétek. Minden tevékenységünk a minőségét javítani szeretnénk az életünkben. De mindig úgy tűnik, hogy sok olyan probléma van, amit nagyon nehéz megoldani. Például a mentális problémák, ilyenek. Az egészség problémák. Tartottam egy előadást Torontóban, Kanadában. És úgy találtam, hogy egy nagy probléma van. Tehát a legnagyobb probléma. Aztán tartottam egy előadást Sydneyben, Ausztráliában, ahol több mint 50. Seattle-ben. És mire jöttem ott is rá? Ugyanaz. Mire van szükségünk az életünkben? És tudjátok mire? You can choose only one. De azt szoktuk mondani, hogy a mentális probléma a legnagyobb probléma. Aztán azt mondom, hogy van négy ajánlék, és ebből egyet választhat. Akkor most megcsináljuk most is. Tehát hol vége lesz az életednek? Ma négy ajándékot választhat, vagyis ezek közül valamit. Szeretet, gazdagság, egészség, szabadság. Melyiket választanátok? Who want to have love? Raise your hand. Ki szeretné a szeretetet választani? Emelje fel a kezét. Ki szeretne pénzt? Emelje fel a kezét. Most a szeretet. Nincs több időtök. Szeretne egészséges. Helyed már kevés, mert utolsó nap van. Ki szeretné a szabadság? Többen szeretné. Az első és legfontosabb hely állat, a második. És ugyanez volt Kanadában, Ausztráliában. Minden más országban ugyanaz az eredmény. Wow. Okay, so we know love is number one. Tehát, amit látjuk, a szeretet.
egyszer beszélgetünk, szeretettel is. Most az energiáról beszélgetünk. About energy, I'm sure. Well, good. I don't lost my form. Yeah. Hát az energiával kapcsolatban. És azt hiszem, csörgött a telefon. Úgy gondolom, ott felejtettem valahol a telefonot. Okay, now we understand. Tehát most megérthet. De szeretet a lélekhez tartozik. Okay, so we come back, talk about what the energy is. Jóban térjünk vissza, és beszéljünk arról, hogy mi az energia. Tehát mi is az energia? Yeah, why do we need to develop our energy? What the energy is? Mi az energia? Miért kell ezt külön kategóriába sorolni? You know, I have the lecture in Germany, in New University. I talk about chi. Tartottam egy előadást Németországban, egy egyetemen, és a chi-ről beszéltünk. Talking about chi, you know, that is in the medical university, and the medical students, in teachers. Tehát a chi-ről beszéltünk egy orvostudományi egyetemen, orvostan hallgatókkal és tanárokkal. Microphone, no energy. Energy low. If energy low, we can understand. Tehát hogy a mikrofon energiáról beszéltünk, hogy energy low. If you energy low, I also can understand it once you have energy problem. És beszéltünk arról, hogy ha alacsony valakinek az energiája, azonnal megértjük, hogy energia problémája. Oké, tehát. So I say, I talk about chi, I said, you know, it is very difficult to explain. És azt mondtam, hogy tudjátok, ezt elég nehéz elmagyarázni. Nehéz elmagyarázni. Miért? Yeah, I see one guy raise his hand. He said, you know, I'm teaching energy. Volt egy kicsit, aki felemelte a kezét, és azt mondta, hogy energia tanítok. De még mindig tudnom kell, hogy el tudom magyarázni a diákjaim, hogy mi a csinálat. Azt mondod, hogy el tudod mondani, te meg tudod mondani, akkor az azt jelenti, hogy nem tudod, hogy mi a csinálat. Tehát na, meg fogom nektek mutatni, hogy érzékeljétek, hogy mi a csi. De én abban is biztos vagyok, hogy én sem tudom egészen pontosan, hogy mi a csi. Olyan felelő, amit minden nap használunk. Mint a víz, a vizet tesszük mindenre. De ha feltesszük a kérdést, mi a víz, vagy mi a legjobb? Can you explain? És megmagyarázzuk? Yeah, somebody. Yes, I can hear what the water is. Valaki mondhatja azt, hogy igen, el tudom mondani, mi. H2O. H2O. Én nem tudom, mi az a H.
Korábban volt egy kérdésem, hogy mi a víz, most már két kérdésem. Németországban mondta ezt valaki, hogy volt egy betegségem, elmentem a kórházba, egy hónap alatt két betegségem volt. Mi a chi? Energia. Mi az energia? Chi, kínaiul, a levegőt is de itt most a chi jelentését, mint energiát vizsgáljuk. Meg tudja valaki mondani, hogy miért? Mi az energia? So, now let's see. In Chinese medicine, we have the concept. A kínai orvoslásban rendelkezünk, hogy ott van a csatornák, az energiacsatornák elmélete. Okay, so you can see the picture. Láthatjátok a képet. Kínai kultúrában nagyon sok elképzelés létezik a csatornákkal és a csivel kapcsolatban. Tehát a csí áramlik az energia csatornákban. De másik oldalon nézve, az orvosi tudomány szerint, tehát az orvosi tudomány állása szerint nincsenek csatornák, nem ismerik a csí sem. Nem tudom, ti látjátok-e a képet, mert nálam mozdulatlan a PowerPoint. Yeah, so here, what the channel is. Itt ez a kérdés, mi a csatorn? Ezek a csatorn. A nyugati tudósok. Amerikai. Nagyon sok évet eltöltöttek azzal, vizsgálták, mi a csí, mik az energiacsatornák, és az akupunktúra hogyan segít az emberek. Acupuncture, do you know acupuncture? Yeah. Why acupuncture? Why acupuncture? Tudjátok, mi az akupunktúra? Miért az, hogy az akupunktúra tud segíteni, például a fájdalmat csökkenteni? Yeah, the United States has spent 30 years to research. Finally. Az Egyesült Államokban 30 éves a kutatás, és végül 2006-ban amikor adtam egy előadást angolul, akkor arra a következtetése jutottak a kongresszusban. Completely different kind of basic
stairways. Tehát arra következtetünk a kongresszuson, a kínai oroslás és akupunktúra teljesen más elképzelésen és felfogáson alapuló tudomány. Okay, so what's the difference? Mi a különbség? Tehát a modern orvostudományban az összes eszköz, MR-vel, az ultrahanggal és minden más diagnosztikai géppel sem tudják kimutatni és bizonyítani, hogy mi az, aki létezik és mit ezek a csatornák. Exactly describe it, what the channel is, like 12 channels, yeah? What exactly qi is. De Kínában a hagyományos kínai orvoslás könyvei már 5000 évvel ezelőtt leírták azt, hogy mik is ezek a csatornák, és mi az energia. Have no equipment like we use microscope, we can see nerve. Mai napig nincs olyan eszközünk, mint például a mikroszkóp, amivel lehetne látni az idegeket, meg lehetne látni a csatornát. Igen, nem látjuk a csatornákat, az energiát, látjuk. Meg tudjuk vizsgálni az elemezőt. A vérben lévő alkotóelemeket, de azt nem tudjuk megmagyarázni, hogy mi a csí. És miért van ez, hogy az ősi kínai orvoslás orvosi könyvei pontosan le tudták írni, hogy mit ezek az energiacsatornák, és mi a csí, hogy lehetséges ez. Most kiderült, hogy nem mozog a prezentáció. Az ősi orvosok, sámánok meditáció segítségével fejlesztették az érzékszerveiket, azt az érzékszervet is, amit manapság harmadik szemnek nevezünk. Kind of senses, the third eye, they ezekkel az érzékszervekkel a harmadik szem. Látták a szint, látták a csatornákat. Egyfajta térképet hoztak létre, amit ábrázolták azt, hogy hol vannak a csatornák, és hol vannak a pontok. Yeah, so this is why all over the world now, I know almost every country, many people learned acupuncture. Ezért van az, hogy nagyon sok országban, a világon, nagyon sok ember tanult már akupunktúra. Mert tényleg nagyon hasznos. Különösen a fájdalmak csillapításában, lábfájás, fejfájás, mindenféle más fájdalom csillapításában nagyon hatékony. And also we can, as modern people,
we can see, we can feel what the qi is. De most mai modern emberként mi is tudjuk érzékelni azt, hogy mi a qi. Ha nem is látjuk esetleg még a harmadik szemünkkel, hogy mi a qi. Akkor is tudjuk érzékelni, hogy mi a qi. Szeretnék megtapasztalni ezt, hogy érzékelni, hogy mi a qi? Igen. Van, aki azt mondja, hogy mester már beszéltél el, hogy én felettük, mindig nem nagyon hiszem. Van nekünk egy csomó könyvünk. De ha mondjuk segítesz, hogy megtapasztaljuk ezt, hogy mi a csí, akkor megbízunk benne. Akkor nem csak bízunk benne, hanem elhisszük ezt is, hogy van csí. Ugye így működik? Van, aki ezt mondta, hogy ez a legszebb lány. Milyen szép ez a kép. Tehát erre azt mondani, hogy egy lánynak a képére, hogy igen, persze, hát megvan fotóshopolva. Ezért akarjuk közvetlenül megtapasztalni, látni azt is, hogy milyen csí. Based on qi and channels. Ősi kínai oldották az energiacsatornák és a qi elméletén alapul. Yeah, the Yellow Emperor specially asked doctor to wrote the book. It's called Yellow Emperor Internal Medical Book. A sárga császár megkérte az orvosait, hogy írják meg a könyvet erről a témáról, aminek az lett aztán a cím, hogy a sárga császár belső gyógyítási könyve, vagy belső orvoslási könyve. Yeah, but you know, I found almost everywhere try to remember where the channel is, where the point is. Mindenütt úgy találtam, hogy elég nehéz megegyezni, hogy hol vannak a kutunkúrás pontok és az energia csatornák. Like this, they didn't need to tell students exactly where the channel, where the point is. Nem megmutatták a diákoknak, hogy hol vannak a kutunkúrás pontok és a csatornák, mert ugye ezt nagyon nehéz megmondani, hanem a hallgatók, a tanulók meditáltak, és meglátták, hogy hol vannak az akupunktúrás pontok és a csatornák. Az energiát. Yeah, this is why remember ancient Chinese doctor. Ezért van az, hogy az ősi kínai meditáltak. Tehát meditáltak ahhoz, hogy megérthessék. És így fejlesztették a csinyóket. Okay.
Now, let's start to experience what the chi is. Akkor most kezdjük el megtapasztalni, hogy mi a chi. Chinese medical doctor, ancient, not old by knowledge, and the master of qi can manage what the qi is. Ősi kínai orvosok rendelkeztek ezzel a tudással, hogy mi is a qi, és ezt a qi, tisztunk a qi mesterei, meg tudják mutatni, hogy mi. Úgyhogy most egy kis kísérletet fogunk végezni. If I'm in a good condition, I can manage the chi well. Tehát, hogyha jó állapotban vagyok, akkor jól tudom menedzselni a chi-t. Ezt a chi-t át tudom küldeni nektek. És ti pedig érezni fogjátok. But sometimes I feel because I'm very tired. Néha persze úgy érzem, hogy nagyon hogy valami máson gondolkodom. Yeah. But most time I'm okay. De legtöbbször hát jól vagyok, rendben vagyok. And feel today. Hogyha ma lesz, akkor holnap ismét meg. Most oroszul is elmentem. Készen állok. Yeah, just relax. Csak lazítsatok. Okay. Yeah, just relax. Akkor most csak lazítsatok. Felkészülünk. Okay, woman, raise your right hand. A nők emeljék fel a jobb kezüket. Yeah. Men, raise your right hand.
férfiak emeljék fel a jobb kezüket. Tehát a nők a jobb kezüket, a férfiak a bal kezüket. És én most egy kicsit én így összerendezem a csít, és küldöm a csít nektek. Okay. Do you feel like a wind passing your arms? Éreztek valamit a tenyeretekben? Okay, you let your hands. Yeah, we know we have acupuncture, which are accepted by most of the country, with metal needles. Tudjuk, hogy az energiával kapcsolatban ott van az akupunktúra, amit a legtöbb országban elfogadott már, amit a tűkkel végzünk. Úgyhogy most mit is tudnék használni? Használhatnék egy tűt. Ezt a tűt most oda fogom helyezni erre a pontra, amit akarok. Figyeljetek, hogy érzékenyítek. Amikor ez a tűbe ható, akkor érezni fogjátok a csít ezen az egy ponton, ennek a pontnak a területén. So in my hands is a silver needle. Itt van a kezemben a tű. Ez egy csí tű most. Éreztek valamit ebben a pontban a két szemetek között? Éreztek nyomást? Somebody may
the experience, the acupuncture healing. Tehát van, lehet, hogy valaki érzékeli az akupunktúrás kezelést, a gyógyítást is. Okay. Yeah, who feels something strange here or present? Raise your hand. Érzett valami furcsa ezen a területen, emelje már föl a kezét. Okay. Rendben. Yes, yeah, can be. But most of it is here. Yeah. Okay, who feel nothing, raise your hand. Ki volt az, aki semmit nem érzett, az emelje már föl a kezét. Jó. Tudjátok miért? Here is not as deep as our hand. Itt az a terület nem annyira kemény, mint a kezünk, tehát nem olyan. When somebody has a special like your child, if something wrong, you put your hand. Right? It's like we get injection. Some people here feel, oh, I have to. Például, amikor injekciót kapunk, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, ez nagyon fájdalmas. Van, aki meg azt mondja, hogy ugyanaz semmiség. Itt most kétféle élet. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hiszem, elhiszem, hogy van csíme, éreztem. Van, aki azt mondja, hogy nem hiszem, hogy létezik, én nem éreztem semmit. Kinek van igaza? Yes, this is why in this energy field, in soul field, spiritual field, we can see in every country, always there are two opinions. Somebody said, I believe in God. And I said, God not exist. Pontosan ezért van az, hogy az energetika területén, aztán a lélek, a spirituális fejlődés területén, minden országban ugyanez a helyzet, ez a kétféle vélemény létezik. Van az egyik, hogy igen, hiszek Istenben, Isten létezik, a másik pedig, hogy én nem hiszek Isten, nem létezik. Senses, your own knowledge. Ez a helyzet, ez az igazság. Mindenki úgy hoz döntéseket ezekben a kérdésekben, ahogyan érzékel. Tehát a saját érzékszerűen alakuló döntéseket hoz mindenki. Yeah, because in this field is not that senses with our regular eye, ear and... És ezeken a területeken nem a... az alapérzékelveinket használjuk, és nem az anyagi dolgokat érzékeljük. A harmadik szem, a harmadik füllel más érzékelünk. You see me because of light. Látok engem, a fény miatt látok engem. You see the light reflection to your eyes. Tulajdonképpen a fény visszaverődő szép lehet. The light, visible light, is so narrow
Látható fény tartománya nagyon-nagyon kicsi, keskeny az elektromágneses hullám területén. És az ezen kívül eső részeket nem értjük ezekkel. Most equipment we use electricity or electromagnetic field. Ha valamit bizonyítani akarunk itt a világunkban, akkor általában elektromosságot vagy elektromágnesességet használunk a bizonyításra. Ugye a fény és elektromágneses hullámokat használ. Használjuk a tévét, a wifi-t, telefont, röntgen. És minden olyan eszköz, amit kommunikációra használunk, ez az elektromágnesesség területéhez tartozik. Hogyha a csi is az elektromágnesesség területéhez tartozik, akkor biztos vagyok benne, hogy tudjuk mérni. Akkor lehetséges mérni. De mi a csi? Somebody feel it, somebody cannot feel it, maybe this is psychological belong. És hogyha ugye elgondolkodunk, hogy van, aki érzékeli, van, aki meg nem érzékeli, akkor lehet, hogy ez csak valamilyen pszichológiai hatás. Some people believe in master, believe in chi, and then they can feel it. Some people who don't have the knowledge, they don't have master, maybe they cannot feel it. Vannak, akik hisznek a mesterben, és hisznek a csíben, és érzékelik is. Vannak, akik nem hisznek ebben, és nem is éreznek semmit. Yeah, so I want to prove. I want to prove this is not psychological result. Meg akarom mutatni, be akarom bizonyítani, hogy ez nem pszichológiai hatás. Tehát én ezt gondoltam, hogy meg be akarom bizonyítani, így hát végeztem pár kísérletet. Ez például a fű, amit az előbb használtunk. Biztos vagyok benne, hogy pár ember hisz ebben, páran pedig nem. Distance. Egyszer az Amerikában, az Egyesült Államokban végeztem egy tesztet, ilyen tesztet, messziről. Moszkvában egy kutatócsapat egy üveg valamit tartott a kezében, vagy volt náluk. So we know in the crude oil there are a lot of sulfur. In the crude oil, there are sulfur, the element which gives bad smell. Okay. Yes, the element. Ami a kutatásnál volt.
And in Moscow, yeah, first time they gave, they sent me the picture of this bottle inside. Moszkvából elküldték nekem a képét ennek az üvegnek, amiben ez az olaj volt. And with this picture, I try to decrease sulfur. This is, they want to develop the sulfur. És ennek a képnek a segítségével próbáltam meg lecsökkenteni a kén mennyiségét. Okay, and then where is this? Ну, короче, суть эксперимента была в том, чтобы серый кто-то съел, да, как я понимаю? Легче, да. In this, I start to use Apple computers. I'm not well, and then I cannot find it. Apple. Számítógépet vagy komputert kezdett használni a mester, és még nem ismeri annyira jól a működését ennek a gépnek. Tehát ez volt ez az üveg. Első alkalommal. Nem volt annyira nyugodt és csendes az első alkalommal. És amikor befejeztem a kísérletet, akkor megvizsgálták az üveg tartalmát, megnézték a kén tartalmát. És akkor azt mondták, hogy ó, mester, nem változott semmi. Mondtam, nem aludtam úgy, hogy igazatok van, mert ez az ott semmi. Mert ugye tudtam, hogy a tudatom, az elmém nem volt olyan csendes. Ez egy komolyabb tudás már. És akkor két hét múlva, na most sokkal nyugodtabb vagyok, csendesebb, úgyhogy sokkal nyugodtabb, és csendesebb voltam akkor. Okay, I said, send me another bottle. És akkor azt mondtam, hogy jól van, akkor küldjetek el egy másik üvegolajnak a képét. Küldjetek el. Következő kísérletet, megpróbáltam akkor már fókuszálni, nagyon koncentrálni. Megismertek az üveg tartalmát, és ezt küldték nekem, és azt mondták, igen, 20%-kal csökkent a kén tartalma. Sokkal alacsonyabb lett. Okay, so I know how the chi can act to the material stuff. Tehát tudom, hogy a chi hogy hatni az anyagi dolgokra, az anyagra.
So this experiment, how we use energy to change the material. Ez volt az a kísérlet, amikor megnéztük, hogy hogyan tudjuk átadni az anyagot. Mert meg akartam mutatni az embereknek, hogy az energia az tud változtatni a fizikai anyagon, és ez nem egy pszichológiai. És itt is ugye 50-50%-os volt a kísérlet, egyszer nem sikerült, egyszer pedig sikerült. Aztán pár másik alkalommal végeztem másfajta kísérleteket is. De mindenkinek van laboratóriuma. I had a seminar, it's called the teaching art for teachers. Volt egy, tartottam egy tanfolyamot, aminek az volt egy címe, hogy a tanítás művészete és ez a, az oktatónak. De aki oktatóra szeretne lenni, azoknak el kell végezniük ezt a tanfolyamot. I have to convince the future teachers, the instructors. Ezen a tanfolyamon ugye a jövő cikung oktatóit kellett meggyőzni. So again, experiment. Ismét egy kísérlet. Ez egy tanfolyam volt, ahol mindenki otthon ült. Holnap mindenki készítsen oda kólát, kocsát, vagy valami más folyadékot. Olyan folyadékot, amit meg tudtok már kóstolni, milyen az íze, és megtagolni, hogy milyen az szaga. Azt mondtam nekik, hogy meg fogom változtatni, át fogom alakítani az italokat. És akkor a saját laboratóriumodat, a nyelvedet fogod használni, hogy megnézd, hogy megváltozott-e. Okay, good, right? Jó, ugye? Mert másnap elvégeztük ezt a kísérletet, és mindenki elküldte a választ, hogy változott-e a folyat. Igen. Most people, they said, right, yes, da, because... Hát az átalakítás után legtöbb ember a kérdésre azt mondta, hogy igen. Hogy megkóstolták a folyadékot, amit kikészítettek, mert hogy a cukor szintje ezeknek a folyadékoknak mindegyiknek lecsökkent. Volt, aki azt mondta, hogy savanyúvá vált ez itala. Van itt valaki, aki részt vett ezen a folyadékon? Okay, so yeah, in Moscow I have the lectures. One big guy, he said, you know, I don't have Coca-Cola, but I have vodka. Moszkvában az egyik férfi odajött, hogy hát, nekem nincs Coca-Cola, van vodkám. És ez a kísérlet után úgy találtam, hogy ez tényleg nagyon megváltozott.
Do you believe this? Elhiszitek ezt a történetet? Da, nie. Igen, vagy nem? Yeah, it's like here it gives you acupuncture. If you can feel yourself, if you have this experiment. Ez pontosan olyan, mint itt most, ez az akupunktúra kísérlet. Hogyha éreztétek, akkor elhiszitek, ha nem éreztétek, akkor nem hiszitek el. If you don't get it, it's difficult to believe. Hogyha az ember nem érzékeli ezt, akkor igen, nehéz elhinni. We will find time online in Sunday evening. Yes, I'm ready. Do you want to make a test with me online? Yes, we will. Yeah, we make the decisions. I will find time. Rendben, akkor már találunk egy olyan időpontot, miután elmentem Isztambulba, hogy találunk egy olyan időpontot, amikor összegyűlünk és megcsináljuk ezt a kísérletet. Megbeszéltük. Kínában így mutatják, hogy megbeszéltük. As we know now, everywhere, there, every country, there are so many percent of patients that is cancer. Minden országban nagyon-nagyon sok rák beteg van. Right? Ugye? Mindenki tud. I don't know about Sweden. Nem tudom, hogy Svédországban. Itt is sok ember küzd a rákos betegségekkel. Много, тоже много. Also a lot. Igen, ott is Svédországban is sok rákos beteg van. And we know there is one technology which can take measure if there are metastases in the body. Есть технология, которая Létezik már olyan technológia, ami be tudja mérni, hogy van-e átét. Glukóz injekcióznak. És akkor a PET-CT végig megvizsgálja, hogy hol van több glukóz, mert hogy a rákos sejtek szeretik a glukózt, a cukrot. Tudtok erről, hogy ismét? Who are looking for the happy death? Do you know the injection or some way that then you die? Keresik ezt a lehetőséget, ezt az injekciót megkapni, ami meghalhat az ember. Очень болела. Да, врач как допомогает, как умирать до через медицину, через какой метод, что он не. Так это за эвтаназия ровно говорим. Да, в больнице каждый ужасно. Да, больно.
found one of my student. Volt egy nő, aki nagyon beteg volt kórházban, szeretett volna egy fiút kapni, hogy megmaradhasson. És elment Svájcon, és utána járt, megkérdezett, hogy hol kaphatnánk ezt az injekciót, amit aztán meghallhatnak. And then the students told her, why don't you try my mask? A cikkünk gyakorlótól kérdezte meg, és ő pedig azt válaszolta, hogy nem próbálsz meg a mesterrel. Így hát a hölgy felhívott, és egy időpontot kérdeztettünk. Ezt mondta nekem, hogy én nem hiszek semmiben. Kaptam kemoterápiát, semmit nem segített, és semmilyen módszer nem segített eddig nekem. Azt mondtam neki, hogy rendben, de senki nem ismer mindenféle módszert a világon. You will have good result of healing. If nothing, I will not heal you. És mondta, hogy igen, vett az utcán kólát. És küldjünk el valakit, hogy vegyen. Hozott egy ilyen 6 csomagos Coca-Cola. Azt mondtam neki, hogy nincs szükségünk ilyen sokra, csak egyet. Egy üveggel nekem, és tedd ki magad elé. Hogy most akkor megmutattam neki ezt a fólás kísérletet, és azt mondtam, hogy jól van, akkor most majd gyógyítani foglak. Le fogom csökkenteni a testedben azokat az anyagokat, amik a rákos sejteket segít. Készen állt, én is készen állom. Tehát ott volt rám szemben, előtte volt az üveg Coca-Cola. Meditáltam. 15 perc elteltével. I ask her, okay, open your Coca-Cola. 15 perc múlva azt mondtam neki, hogy jó, bolesz ki a Coca-Coládat, és kóstold. Aztán pedig kóstolj meg egy másikat is. Kinyitott a másikat, megkóstolt egyiket, másikat. Elbontott a következőt, azt is megkóstolta, és itt sorban mindent megkóstolta. És aztán azt mondta, 100%-ig biztos vagyok abban, hogy megváltozott, amelyeket megváltoztatod, az sokkal kevésbé édes. How do you feel so much less sugar?
Megkérdeztem tőle, hogy honnan érzed, hogy olyan sokkal kevesebb a cukor tartalma annak, amelyeket megváltoztat. Azt mondta, hogy azért, mert az ő foglalkozása ilyen ételkóstoló, azokat az ételeket kóstolja, amiket a repülőgépeken szolgál. Ez az élelem ellátásbiztos költségnek dolgozik. Ez a szakmám, hogy különböző ételeket kóstoljak. És hogy ő egészen konkrétan, pontosan érezte azt, hogy a cukorszintje lecsökkent ennek a kóstolásnak. Mondtam neki, tudod, hogy a PET-CT végig tudsz szkennelni, és meg tudja állapítani, hogy hol vannak a rákos sejtek, mivel magunk közül az elpicsitok. Persze, természetesen tudom, hogy nagyon sokszor kipróbáltam. Okay, so now your town told you, yeah? This is not psychological result, it's cocoa. The sugar's level decreased. Most a nyelveddel éreztetek, ez nem egy pszichológiai hatás, hanem ez a Coca-Cola volt, és csökkent benne a cukorszint. Do you believe the same method I can decrease in your body glucose level? És elhiszed nekem azt, hogy ugyanezzel a módszerrel a testedben is le tudom csökkenteni a glükóz szintjét, a cukorszintet. Erre ő azt mondta, hogy 100%-ig hiszek. Azt mondtam neki, hogy ha a rákos sejtek körül a cukorszintet, a glükózszintet meg tudom csökkenteni, akkor elpusztulnak a rákos sejtek, mert nem lesz táplálék anyaguk. Elhiszed ezt? Azt mondta, hogy igen, elhiszem. Azt mondtam, hogy jól van, akkor folytassuk. Folyamatosan végezni fogom ezt, hogy megtalálom a rákos sejteket, és ott csökkentem a cukorszintet. És így mutattam meg neki, hogy megértse, hogy higgyen bennem, és higgyen a segítségben. Ebben az esetben ő saját maga érezte, hogy ez nem egy pszichológiai hatás, hanem itt az anyag változott meg. Akkor azt mondtam, hogy na, rendben, akkor próbáljuk meg. 40 perc gyógyítás következő. Do you know why I was so hungry? I ate for 2 weeks. I never eat any food in the hospital. I'm so hungry now. So I ordered food. I start to eat food. Óra múlva írt nekem, hogy nagyon éhes lettem. Mint 2 hete nem ettem semmit a kórházban, és most nagyon-nagyon éhes lettem. Rendeltem ennivalót a kórházba. 3 nap múlva hazament. For this distance healing, online healing, I have to convince patient to believe this method works. Ez nagyon fontos volt, mert ez a távolról gyógyítás, tehát online gyógyítás, tehát meg kellett győzni a beteget,
hogy higgyen ebben a módszerben, lehetséges megtudni. Yeah, so almost for every cancer patient, they try this method, and then they just listen to me, the result. Good, well. És a legtöbb rákos betegnél ugye meg kellett őket győzni, hogy figyeljenek rám, kövessük ezt a módszert, és aztán az eredmények egyre jobbak és jobbak lettek. Not only with crude oil, not only for Coca-Cola, certainly we can directly to change their hair, the sick in image medicine, in the Ziva Qigong, we call it image. We purify the image. If somewhere gets sick, there is image. We need to purify it, clean it. Ez is megmutatta ez az eset, megmutatja, hogy nem csak a Coca-Cola-t lehet megváltoztatni, hanem bármit. Ugye a képmedicinában mi a képekkel dolgozunk, tehát lehetséges megtisztítani a képet, a képeket, amiket meglátunk. Do you want to try some way? Szeretnétek-e megpróbálni energy, módszert? The body, not special disease, but which purify our body. Amikor energiát használunk, és nem egy konkrét betegséget gyógyítunk, hanem megtisztítjuk a most. Your bad emotion, we create, unless you have good emotion. Ha rossz érzelmeitek vannak, akkor megtisztítjuk, és jó érzelmek jönnek a helyükbe. És a rossz, a negatív képeket, az egészség rossz képeit át tudjak alakítani egészséges képekké, tehát jó egészséges képekké. Rendben? Akkor meg fogjuk próbálni. Figyelnetek kell, és egy konkrét eredményeink lesznek. Yeah. If every of you, think exactly what I tell, all together, you know, that is a harmony. Ha mindenki azt fogja gondolni, amit mondok, tehát arra figyel, amit mondok, itt egy harmonikus állapotot hozunk létre, és ez sokkal erősebb lesz. There are some experiments about this. Van pár kísérlet ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is működik ez. Nem is értjük, de csak figyeljük el kísérletet a képen. You will find something interesting. Figyeljétek ezt az órát, és valami érdekes.它们之间相互影响的媒介 就是自己发出的声音和声波，通过白色的云彩所传递出来的震动。Látjátok?
们可以看到现在所有的中百和百度的声音都整齐划一了，你是不是觉得很神奇？Good. Yes. At the beginning, different sounds. Different. Hogyha mindenki, aki online részt vett majd a kísérletben, figyel rám, és egyformán cselekszünk, akkor nagyon erős eredményt fogunk elérni. Ez a chi rezonancia. Ez az energia rezonancia. És ez a chi meg fogja tisztítani a testünket. Hagyjuk, hogy a jó csí dolgozzon a testünkben. Most figyeljetek rám, elkezdjük csinálni. Lazítsatok. Szabályozatok a test helyzeteket, hogy kényelmesen üljetek. Okay, you can close your eye. Simply listen to me. Fiatok be szemeteket, és figyeljetek rám. Relax your head. Lazítsd el a fejed. Relax your neck. Lazítsd el a nyakad. Lazítsd el a gerincet. Tehát ellazult a fejünk, a gerincünk. Lazítsuk el a gerincünket. Garavara slabica, relax your head. Lazítsd el a fejed. Shea slabica, relax your neck. Lazítsd el a nyakad.
Kérd расслабиться, relax your body. Lazítsd el a tested. Relax your body. Lazítsd el a tested. Relax your body. Lazítsd el a tested. Relax your spine. Lazítsd el a gerinced.
Lazítsatok. Lazítsd el a fejed. Lazítsd el a nyakad. Lazítsd el a gerinced. Lazítsd el a tested.
Relax your head. Lazítsd el a fejed. Relax your neck. Lazítsd el a nyakad. Relax your spine. Lazítsd el a gerincet.
Okay, slowly return, come back. Okay, lassan térjetek vissza. Okay, good. What do you feel? Rendben, akkor most mit éreztek? Ellazultatok? Okay, now we have a break, a 1 hour break, and then we will continue meditation. Yeah, our way of doing. Akkor most szünet következik, egy órás szünet, és utána folytatjuk a meditációt. Akkor most szünet.